Még nem választott általános iskolát gyermekének? Nézzen minket, Sulikörkép címmel bemutatjuk a környék általános iskoláit. Budaörs második legnagyobb általános iskolája, a Bleier Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola. Közel 800 diák és mintegy 70 pedagógus napi munkahelye. Benéztünk az intézménybe. Ez az iskola 1988 óta működik. 1988-ban vált ki az akkori kettes számú általános iskolából, ugye most Herman Otto általános iskola a mi intézményünk, és kapta a hármas számú általános iskola nevet. 1988-tól egészen 1994-ig csak mint hármas számú iskola szerepeltünk a város iskolái között. Ekkor vette föl az iskola a Bleier Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola nevet. Már előtte is, tehát alapítástól kezdődően folyt német nemzetiségi oktatásnevelés az iskolában, és a német akkori kisebbségi önkormányzat, valamint az akkori igazgató kollégának a irányításával került kiválasztásra ez a név. Hogy miért pont Bleier Jakab lett, ugye azért, mert van, tehát magyar vonatkozású nevet keresett az akkori iskolavezetés, és ugye Bleier Jakab tárca nélküli kisebbségi jogokkal, oktatással foglalkozó miniszter volt abban az időben Magyarországon, és ezért esett rá a választás. Gondolom, egyfajta lakossági igényt szolgált az, hogy a német nemzetiségi oktatást nagyobb terület legyen a városban. Igen, ugye Budaörs, mint tudjuk, sváb település, sváb hagyományokkal rendelkező település, mindig is ápolta a nemzetiségi hagyományait, és ehhez kapcsolódik az általános iskolában ugye az oktatásnevelés, valamint nem csak az általános iskolában, hanem ugye többek között mi már az óvodából a német nemzetiségi oktatásnevelésben résztvevő gyerekekre is tudunk építeni, egy megkezdett óvodai nevelést tudunk folytatni itt a német nemzetiségi általános iskolában. Olvasom az iskola honlapján Eötvös Józseftől származó idézetet, mint az iskola hitvallását. Nem az a fontos elsősorban, hogy mit tanítanak, hanem hogy hogyan tanítanak. Mit ért ez alatt az, aki ezt a mottót választotta egykori oktatási minisztertől? Az iskola tantestületi közössége választotta ezt a mottót, már mondhatnám azt, hogy 10-15-20 évvel ezelőtt, pontosan azért, mert ugye az oktatásnak és a nevelésnek összhangban kell lenni az iskola életében. Célunk az, hogy a nálunk vagy hozzánk járó tanulóknak az oktatás nevelése az olyan szintű legyen, hogy részben minőségi munkát kapjanak, tehát hogy a későbbiekben tovább tudjanak lépni és megállják a helyüket az életben. És pontosan ezért a lényege az, hogy a hogyan tanítsunk, tehát hogy milyen módszertani gazdagsággal mennyire tudjuk megfogni azokon az adott tantárgyakon keresztül a gyerekeket, mert lehet egy tananyagot leadni vagy bemagoltatni, de azzal nem biztos, hogy megszerettetjük a tanulóinkkal a tanulást, valójában a tanulásnak az örömét, esetlegesen az adott tantárgynak a képesség szerinti kibontakoztatásához való hozzájárulást, tehát ez mind-mind cél kell, hogy legyen egy általános iskolában. Bementünk néhány órára a beszélgetésünk előtt, és ott valóban azt láttuk, hogy a tanár nem leadja a tananyagot, ez egy rossz ízű kifejezés, hanem afféle interaktív módon együtt körbeálltak a gyerekek, nem a hagyományos, megszokott padsorok szerint zajlott az oktatás. Gondolom a pedagógusok, a kollégák kiválasztásánál fontos szempont az, hogy ilyen módszertani újításokkal is rendelkezzenek, tehát birtokában legyenek ennek. A magyarországi pedagógus képzés az megalapozza azt, hogy válogatni lehet az ilyen pedagógusokból, vagy itt válnak igazi Bleieres tanárokká, nevelőkkel?
Én azt hiszem, hogy a közösség formálja őket, a tantestületi közösség igazán blejeres nevelőké, ugyanis azt tudni kell rólunk, hogy mi támophozunk, tehát részt veszünk a támop 3.1.4-es programban, ugye, aminek pont ez innováció, megújulása, fejlődés a célja. Ezeknek a támopos projekteknek nagyon fontos része a magyar és a matematika területén a kompetencia alapú oktatás, amihez ugye megfelelő eszközök kellenek, pontosabban kompetenciákat fejlesztünk, és nem csak tudást, vagy éppen csak lexikai adatokat adunk át a gyerekeknek. Ezeket láthatták az órákon, szívesen használják a kollégák a digitális eszközöket, sőt, ennek a programnak az egyik eleme, hogy kötelezően legalább az órák 25%-ában használni kell ezeket az eszközöket, és a legfontosabb része az, hogy nagyon széles módszertannal minél színesebben kell a gyereket bevezetni a tudásnak a birodalmába, mert nem magolunk, hanem ténylegesen azt szeretnénk, hogyha alkalmazni tudná azt a megszerzett tudást, amit az iskola átad neki. Mindezekre az egyik nagyon fontos módszertani lépésekre módot ad a, még talán lehet ezt mondani, új köznevelési törvény, mert hogy annak idején azt lehetett olvasni, hogy a kompetencia alapú oktatás helyett elsősorban a lexikális tudást erősítené. Tehát van annyi szabadsága egy iskolának, hogy az egyébként uniós elvárásoknak is megfelelő kompetencia alapú oktatást erősítse? Ugye a központi helyi tantervben előírtakat nekünk is alkalmaznunk kell, de azért ott a módszertani szabadságot én úgy érzem nagy részt meghagyta a helyi tanterv. Tehát ő meghatározza azokat a témaköröket, területeket, amiket meg kell tanítani, de azt, hogy mi azt esetlegesen milyen színes módszertani skálával, vagy esetlegesen csak egy frontális órával közvetítjük a tanulók felé, az már viszont a nevelő szabadsága. Pontosabban ugye nálunk folyik ez a kompetencia alapú oktatási projekt, és ezen a projekten belül ugye alkalmazzuk mindazokat a módszereket, amit az elmúlt években megtanultunk, elsajátítottunk, és úgy érzem az iskola eredményei alapján, hogy nagyon jól működnek is. Egy iskola mutatóinál nagyon fontos az, hogy a beiskolázás az hogyan zajlik, hány diákot tudnak a megfelelő, számára megfelelő középiskolába eljuttatni. Milyenek az eredményeik? Az elmúlt időszakban itt végzett gyerekek nálunk zömmel középiskolában, méghozzá gimnáziumi osztályokban folytatták tanulmányaikat. Nagyon sokan mennek a nulladik évfolyamra, ami ugye nyelvi előkészítő osztálynak hívjuk pontosabban. Valamint hát a különböző részben Budaörsön, ugye ide az I.S. Gyula gimnáziumban, részben a fővárosban, a preferált gimnáziumokba, és akinek esetlegesen közepes vagy gyengébb a tanulmányi eredménye, az pedig valamilyen szakközépiskolába vagy szakképzőiskolába tanul tovább. Amire büszkék vagyunk, és ami eredményünk, hogy középiskolában megtartják a gyerekek a tőlünk vitt eredményeket. A középiskolák egy részéből erről visszajelzést is kapunk, elküldik nekünk a tanulók 9. évfolyamos félévi vagy évvégi bizonyítványaikat, és mondom, kiemelt sarkalatos pont benne, hogy amiket itt megkaptak alapokat, azzal a középiskolában jól megállják a helyüket. Német mellett természetesen úgy olvastam, hogy az angol, a drámajáték kommunikáció és a természettudományos tantárgyak képzése folyik emelt szinten. Ez tükröződik a beiskolázás mutatókban is? A gyerekeink ugye nagy része, aki nulladik évfolyamra, tehát nyelvi előkészítőben megy, az vagy folytatja a német nyelvet, vagy pedig ugye második idegen nyelvként elkezdi az angol nyelvet tanulni. Mindig vannak olyan tanulóink, akik természettudományos vonalon mennek tovább, akár kémia, akár biológia vonalon lépnek tovább, vagy esetlegesen a matematikát választják emelt szinten az elkövetkezendő időben. Eléggé széles a spaletta, tehát azokat a megkezdett vonalakat ezért próbálják a középiskolás években is továbbvinni, amiket ugye itt nálunk alapként megkaptak. Van-e valamilyen feltétele annak, hogy valaki ideirathassa a gyermekét? Gondolok itt területi meghatározottságra, vagy például arra, hogy német nemzetiségű legyen a család, a gyermek. A mi iskolánk is közveti feladatot ellátó általános iskola, tehát ugye első körben az a legfontosabb, hogy a mi közvetünkben lakjon ilyen életvitelszerűen. Ugye most már nem az van a jogszabályban, hogy állandó vagy pedig
tartózkodási helyen rendelkezzen, hanem hogy életvitelszerűen az iskola körzetében kell, hogy lakjon. Első körben azokat a gyerekeket vesztük föl, a nemzetiségi oktatásra, nevelésre a Herman iskola körzetéből is fogadjuk a gyerekeket, mert van városi szinten egy olyan megállapodás, hogy ugye a mi iskolánkba a Hermanos gyerekeket, valamint az egyes iskola, ahol szintén folyik a nemzetiségi oktatás, nevelés, hogy hozzájuk pedig a Kesjár Csaba általános iskola körzetéből érkező gyerekeket fogadják. Első körben azokat vesztük fel a nemzetiségi képzésre, akik nemzetiségi származásúnak is vallják magukat, de természetesen a fennmaradó szabad helyekre olyan gyerekeket is szívesen látunk, akik nem a családban, hanem itt nálunk ismerkednek a nemzetiségi hagyományokkal, és tanulják ugye a német nemzetiségi nyelv és irodalmat. Van önöknél felvételi? Mert már azért nem egy általános iskolában van, ha nem is a szószoros értelmében, de elbeszélgetnek a gyerekekkel, egy kicsit megvizsgálják, hogy miben jók, milyenek a készségeik. Nincs az átlag, tehát a normál működő általános iskolákban, mondhatnám azt, hogy az intézményfenntartó központ általános iskoláiban felvételi nincs. Az óvodai szakvéleménnyel érkeznek a gyerekek az iskolába, és ugye a szülők jelölik meg, vagy választják ki azt az osztályt, ezt a képzési formát, amire szeretnék, hogyha a gyermeküket felvennénk. Nemrégiben interjút készítettünk, itt riportot készítettünk 4 sikeres tanulójukkal, akik a bójai matematika versenyen értek el első helyezést. Mindig ilyen erősek voltak matematikából, kérdés egyik fele, a másik fele, hogy ez a kimeneti oldalon is látszik-e. Például a 4 tanulóból egyikőjük az a matek járó nagyon híres Fazekas iskolába, gimnáziumba tanult tovább. Az iskolánkban én úgy érzem, hogy a nemzetiségi oktatás mellett elég erőteljes a természettudományos tantárgyaknak, de mellette mondhatnám a humán tantárgyaknak az oktatása, nevelése is. Minden évben a gyerekeink nagyon szépen szerepelnek, nem csak a bójai matematika, hanem a bójai magyar versenynek is ott voltunk az országos fordulóján. Ott ugyan nem első helyezettet, de nagyon szépen szerepeltek a gyerekek. A lényeg az, hogy azért amely gyerek eljut az országos versenyre, azért az már egy gyönyörű szép eredmény. Valamint mellette nem csak a bójai matekon, hanem majd most kezdődnek ugye a tanulmányi versenyek, kémiából, a hevesi kémián, majdnem minden évben ott vagyunk az országos döntőben a gyerekeinkkel. Ugyanez igaz, hogy az Rinyi Ilona matematika versenyen is nagyon szépen szerepelnek a gyerekek. Tehát amellett, hogy német nemzetiségi az iskola, mellette nekünk azért mindig indul egy természettudományos osztályunk, ahol elsőtől kezdve matematika és mellette a természettudományos tantárgyak segítése megy, valamint ugye a természettudomány mellett ugye lehetőség van ugye a nemzetiségi nyelv és irodalom oktatása mellett elsőtől kezdve angol nyelvet is tanulni a gyerekeknek. Tehát próbáljuk az iskola profilját úgy alakítani, hogy minden gyerek a képességeiknek megfelelő tanulócsoportba kerüljön. Láttunk tornatermet, új tornacsarnokot, széles, tágas udvart. Gondolom, hogy a mindennapi testnevelés bevezetése az nem okozott gondot önöknél. Nem, és örömmel mondhatom, hogy minden testnevelés óránk valamilyen fedett tornacsarnokban, uszodában, vagy éppen teniszpályán számos helyen van. Úszni az éhésbe járunk nálunk, az a gyakorlat, hogy ugye első-második osztálytól kezdve ugye megvan a mindennapos testnevelés, már csak a mostani 4. és 8. évfolyamunkon nincs, mert ugye jövőre viszont már minden évfolyamon bent lesz. Úgy alakítottuk ki a mindennapos testnevelést, hogy 4 testnevelés órájuk van a gyerekeknek, és van egy tánc órájuk, ugyanis az iskolában van táncpedagógus, mellette rendelkezünk egy tükrös parkettás táncteremmel is, ott nem voltak bent pont, mert ugye abban a teremben most nem volt óra, és a gyerekeknek a testnevelés mellett a mozgás kultúráját is erőteljesen próbáljuk fejleszteni. Mellette számos sportfoglalkozások vannak a testnevelés órák keretein belül. Első osztályban labdajátékokkal ismerkednek a gyerekek, második-harmadik osztálytól lehetőség van a kézilabda,
alapjainak elsajátítására testnevelés óra keretén. Igen, a BSC-vel, valamint a kézilabda szakosztállyal. Van olyan osztályunk második évfolyamon, aki teniszfoglalkozásokra jár itt a Budaörsi Teniszcentrummal, van kapcsolatunk. Vannak olyan osztályaink, akik a Decathlon pályán kocsolyáznak testnevelés óra keretein belül. Harmadik, negyedik osztályunk úszni jár, tehát igyekszünk tényleg amilyen színes palettát lehet biztosítani a gyerekeknek, hogy tényleg a mozgás örömét szerezzék, vagy mozgás öröméhez jussanak hozzá. A nemzetiségi képzésben résztvevő gyerekek nemzetiségi táncot tanítanak, sőt, elég gyakran szerepelnek, tehát nemzetiségi táncruhákkal rendelkezünk, a különböző városi nemzetiségi rendezvényeken föllépnek a gyerekeink, vagy az iskolai misorokon föllépnek a gyerekeink. A többiek pedig, akik nem tanulnak nemzetiségi táncot, első-második osztályban inkább ilyen mozgáskoordináció és ritmikus fejlesztés van, és harmadik osztálytól kezdve pedig bizony a különböző társas táncokat tanulnak. Itt tényleg a szambától a keringőig mindennel próbálkozik a kolléganő, nagyon szeretik a gyerekek. És jó esetben itt élsportoló, egy időben lehet kiváló matematikus, jó nevű gimnáziumba tanulhat tovább, tehát megadják az alapokat. Az épületünket ugye 2008-ban bővítették, akkor még nagyon-nagyon tágasnak tűnt. Ugye akkor 24 tanulócsoport volt az épületben, most 27 tanulócsoport van az épületben, tehát mondhatnám azt, hogy 100% fölött működik az épület, mert minden teremben, minden kis helységben mindenütt tanítunk. De helyhiányuk azért nincs. Helyhiányunk még úgy nincs, tehát arra nem kényszerülünk. Vannak olyan órák és foglalkozások, amikor nagyon-nagyon nehéz megtalálni minden csoportnak a helyét, többek között ilyen az erkölcstan és a hit és erkölcstan órák, amikor ugye az erkölcstan órák mellett a felekezetek is tartják párhuzamosan a hit és erkölcstan órákat, amikor egy évfolyamot három osztály helyett 7-8 helyen kell elhelyezni, azok néha okoznak problémákat, de igyekszünk ezeken felülkerekedni, és azért mindig minden osztály megfelelő körülmények között dolgozik. Tehát feltétlenül helyhiány miatt nem fognak elutasítani senkit a elképzelhető, ugyanis csak három első osztályt tudunk indítani, ez annyit jelent, hogy ugye első körben 27 gyereket lehet fölvenni, és amennyiben ugye a fenntartó engedélyezi, akkor ez a szám bővíthető 32 főre. Az elmúlt évek gyakorlata is az volt, hogy mindig kellett elutasítanunk már leendő első osztályos gyermekeket, mert ugye az épületnek a határai azok végesek, és 32 főnél több kis gyereket egy osztályban nem tudunk leültetni, meg az irreálisan magas létszámok sem túl egészségesek, annak ellenére, hogy nyelvórákon csoportbontásban vannak, ugye a különböző órákon, amit meg lehet oldani, informatika, technika, szintén csoportbontásban vannak a gyerekek, de a három első osztály az az ideális belépő, tehát negyedik első osztály jövőre nálunk nem fér el. Olvastam, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek képzésére, nevelésére, oktatásra is gondot fordítanak. A mi iskolánk az itt városi szinten, ahol szegregáltan, tehát nem az, ebben az épületben, hanem az Árpád utcában egy önálló épületben foglalkozunk sajátos nevelési igényű tanulókkal. Ők ugye csak a Pest megyei tanulásképességvizsgáló bizottságon keresztül érkeznek hozzánk, mi vagyunk akkor a kijelölt intézményei, és ott bizony gyógypedagógus segíti a munkájukat, mellette az önkormányzat jóvoltából ezek a gyerekek lovasterápián vesznek részt, tehát lovagolni jártnak, kutyásterápián kutya érkezik hozzájuk, ugyanakkor a városi sportcsarnokban úszni járnak szintén ezek a gyerekeink, ott az összes gyerek, tehát nem csak a harmadik, negyedik évfolyam, tehát ők próbáljuk azokat a plusz lehetőségeket számukra is közösen az önkormányzattal biztosítani, ugye amivel a fejlődésüket szintén ez az ott dolgozó, mert ott hadgyógypedagógus dolgozik, a hadgyógypedagógus biztosítani tudja. Nem minden általános iskolában látni szelektív hulladékgyűjtőt, itt láttunk, ezek szerint a környezeti nevelésre, vagy a környezettudatos nevelésre is gondot fordítanak. Igen, igyekszünk környezettudatos nevelésre, és ugye néha nehezen megy, mert a szelektív hulladékgyűjtők azok kint vannak, de még sokat kell azon dolgoznunk, hogy abba ténylegesen csak az kerüljön, ami rá
nyomtatott formában ott van a hulladékgyűjtő tetején. Ugyanakkor mellette nem csak a szelektív gyűjtő, hanem igyekszünk, ugye papírgyűjtés van nálunk évek óta. Ebben az évben is, az elmúlt években rendszeresen volt, és remélem a jövőben is lesz PET-palac gyűjtés, ugyanakkor az alumínium dobozoknak a gyűjtése. Tehát szintén igyekszünk erre a részre is odafigyelni. Mellette meg nekünk szintén ennek a TÁMOP projektnek van úgynevezett vízprojektünk, és ami hozzá kapcsolódik a gyerekeknek a környezettudatos neveléséhez. Ilyenkor a víztisztító látogatástól kezdve minden olyan bekerül a 7. gyerekek programjába, amivel a környezettudatos nevelésre föl tudjuk hívni a figyelmüket. Olvastam a Cserediák programról, erről is kérdezem, illetve hogy általában milyenek az iskola külkapcsolatai. Cserediák programunk Németországgal van, pontosabban benne vagyunk, mostanában nem volt gyakori a találkozó egy ilyen uniós projektjellegű iskolai csere kapcsolatban. Az elmúlt években már nem, de pár évvel ezelőtt ezzel a csere kapcsolattal még Olaszországba is eljutottunk. Most már csak a szervezőiskolával Németországban, Esvegével van kapcsolatunk, méghozzá rendszeresen. A mi gyerekeink most ősszel voltak kint 10 napot Németországban, és most tavasszal, áprilisban várjuk az esvegei gyerekeket, ahol mindig valami kint is egy ilyen környezettudatos projektben vettek részt a gyerekek, valamint amikor hozzánk érkeznek, mi meg megpróbáljuk egy kicsit a település hagyományaival megismertetni őket, valamint egy kicsit Magyarországból egy pici falatot, ízelítőt kapjanak, részben ugye a főváros közelsége miatt, részben pedig ugye külön szeretik, amikor érkeznek a különböző puszta programokat, tehát ami úgy hozzátartozik Magyarországhoz. Testnevelési órán láttunk a gyerekeket sárga pólóban, és az iskola neve volt a hátukra, meg talán igen, volt egy ilyen logó elől a pólójukon. Mitől jobb lejjeresnek lenni? És ezt kérdezem úgy is, mint iskolavezetőt, vagy akár a pedagógusok szívéhez, miért áll közel, miért több adott esetben egy munkahelynél ez az intézmény? Bízom abban, hogy a pedagógusok részéről azért, mert egy jó közösség működik együtt. Az iskola tantestületében viszonylag alacsony a fluktuáció, köszönhető ez annak, hogy inkább azért bővülünk, mert növekedett a csoport létszám, de nem azért, mert esetlegesen csökken az iskola létszáma és pedagógus létszám leépítés kellene. A gyerekek szempontjából megbízom abban, hogy részben a délelőtti oktatás nevelés, részben pedig a különböző szabadidős programok sokszínűsége, a kettő adja azt, hogy ő szívesen jön iskolába és jól érzi magát. És nagyon reménykedem benne, hogy ez így van legalábbis a gyerekek nagy részénél. Biztos, hogy van olyan százaléka, aki nem szeret iskolába járni, mi is voltunk diákok, ezek az adott programoktól, meg éppen az adott időszaktól függ, hogy hogyan nyilatkozom arról az iskoláról. Én az eredményeink alapján, meg a elmenő gyerekek, vagy a kilépő nyolcadikosok visszajelzései alapján tudom mondani, hogy utólag nagyon jól érzik magukat, mint blejeres diákok, amikor itt vannak, főleg hát a kamasz korosztály, az kevésbé, a kicsik azért általában úgy nyilatkoznak, hogy ők szívesen jönnek is iskolában, jól érzik magukat, nagyon sok program van, és az iskola az ilyen mondhatnám, azt minden szempontból nyitott, mert ugye nem csak a gyerekek felé, hanem a szülők felé is nyitottak vagyunk, tehát nálunk a szülők a mai napig bejöhetnek reggel az iskolába, délután a gyerekekért jöhetnek, tehát tényleg az a cél, hogy együtt érezzük jól magunkat. És az igazgatónő is szeret ebbe az iskolába járni nap, mint nap? Én már nagyon régóta ide járok, azt elmondhatom, hogy 91 óta dolgozom ebben az iskolában, nem tekintem azt szoros értelmében munkahelynek. Én úgy jövök be ide reggel, hogy örömmel teszem be a lábamat az épületbe, és nem az van, és nem úgy indulok otthon, hogy ja Istenem, már megint be kell menni. Szeretem a sok-sok vidám, mosolygós gyerekarcot, akikkel reggelente találkozom, amikor érkezem, valamint úgy érzem, hogy az elmúlt közel 20 éves vezetői pályafutásom alatt azért sikerült egy olyan mélyöt kialakítani az iskolában, ami a pozitív hangulatot árasztja mindenki számára talán, aki belép.